Szeretettel köszöntjük a Budapest Európa Televízió kedves nézőit, ismét jelentkezünk. A mai témánk egy fontos téma, egy nagyon fontos téma, úgy egyénileg, mint társadalmilag, mégpedig a férfi. Ha férfi vagy, légy férfi. Talán műsorunkat egy verssel kezdeném, mégpedig Petőfi Sándornak, Ha férfi vagy, légy férfi című versével, és úgy gondolom, hogy nagyon aktuális mind a mai napig ez a vers. 1847-ben írta, és ma 2019 van, de nagyon aktuálisnak tartom. Hallgassuk meg a verset. Petőfi Sándor, ha férfi vagy, légy férfi. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány, gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénkebb a sors, csak csahol. A bátrakról szalad, kik szembeszállnak vele, azért ne hagyd magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szád hirdesse ezt, minden Demosztenésznél szebben beszél a tett. Építs vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, ha megvettevé munkáját elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel is fizeted, százszorta inkább életed, tagad meg, mint magad, hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruban erezd, vesd meg, kik egy jobb falatért eladják magukat. Koldusbot és függetlenség, ez legyen a jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi, erős, bátor, szilárd, akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mint a fergeteg, ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti. Fantasztikusan sokat mondó vers. És mindjárt ehhez csatolnám a La Femme magazin számában olvastam, azzal a címmel, hogy szerep zavar a 21. századi férfi univerzumban. Hát arról ír a cikk, most nem fogom felolvasni, mert elég terjedelmes, hogy a kutatások alapján sok férfi úgy érzi, hogy elvesztette a tradicionális női férfi szerepet az ember, és lassan kezdenek teljesen összemosódni. De vajon jó ez nekünk? Úgyhogy azon gondolkodtunk, hogy kit hívjunk meg ehhez a témához, és úgy döntöttünk, hogy a legkompetensebb szemét, aki szerintem férfi specialista, és azért ismert férfi, azért ismert családapa, azért ismert, mert egy karakán embernek tartom, úgy ismertem őt meg, és egy egyenes embernek. A mai vendégünk Bedő Imre. Szeretettel köszöntelek, Imre. Köszöntelek én is, és köszöntöm a nézőket. Elnézést kérünk a nézőktől, miközben letegeződtünk, úgyhogy így egyszerűbb a beszélgetés. Kedves Imre, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És el kell, hogy mondjam őszintén, hogy nagyon régóta olvaslak téged, és nézem a férfiak klubját. És hát, mint gyakorló keresztény, olvasom a soraidat, és annak örülök, hogy nem vagdalózunk itt a keresztény erkölcsrenddel, és nem vagdalózol a kereszténységgel, hanem arról írsz, hogy tulajdonképpen bennünk van a megoldás, ott van a férfiban, a férfi, a nőben, a nő. De én azt hiszem, nem én vagyok kompetens, hogy erről beszéljek. Tulajdonképpen mi a megoldás? Mert tényleg feminizálódunk mi férfiak, szépen lassan nőiesedünk, és ez már be van bizonyítva. Talán átadnám a szót neked erről többet. Köszönöm szépen a meghívást, és én annyiban árnyalnám ezt a képet, én úgy látom, hogy a nők férfiasodnak, viszont a férfiak nem nőiesednek, hanem elsemlegesednek, semmilyenné válnak.
viccből mondhatnánk azt, hogy mondjuk a női esetnének, akkor legalább lenne valamilyen karakter, de inkább olyan semmilyenné válunk, tehát az a kisápadunk a világból. A nők azért válnak férfiassá, mert nagyon sok esetben egyedül maradnak, egyedül küzdenek. Ha család lesz, illetve gyerekeik lesznek, akkor nekik muszáj másnap is enni adni, a tiszta ruhát muszáj feladni, a rezsit ki kell fizetni, és mindenféle feladatba megpróbálnak beleállni. A férfiak azok, akik útkeresés, nem is, nincsenek is útkeresésben, hanem útvesztésben vannak, most kellene utat keresni. Igen, mert... ha jól értem, akkor arra célzol, finoman, hogy a nő kénytelen átvenni a férfi szerepet, ugye, amit a férfi elveszített, illetve valamilyen oknál fogva nem érzékel, kénytelen beleállni a férfi szerepbe is. Így van. És nagyon érdekes dolog, ma ugye mindenhol arról szólnak az elemzések, hogy mennyivel több nőiesség kellene a világban, mert akkor jobb lenne a világ. És én erre azt mondom, hogy több nőiességet nem úgy lehet hozni a világba, hogy a férfiakat nőiesítjük, mert ez a nők férfiasodásához vezet, és a férfiak nem fognak nőiesedni, csak semlegesek lesznek, és a nők viszont férfiasok. Több nőt úgy lehetne hozni a világba, hogyha a férfiak inkább férfiak lennének. És a férfi hozzáteszi a férfi részt, akkor az összes nő lehetne, és a nők, a nőiesség térhódítása a világban így egy egyensúlyban, de sokkal jobb lenne. És mind a kettő értelmet látna a saját életében. Ezért mind a ketten meg kell találják ugye a férfinő szövetségben az életük értelmét. De a férfinő szövetséghez kell egy férfi, és kell egy nő. És talán a legnagyobb problémát az okozza, hogy az iparosodás által generált városiasodásnak az áldozata először a férfi lett. Ugye először őt emelték ki a családjából, hiszen azelőtt a hagyományos világban együtt élt a család, együtt dolgoztak, egész napot voltak a ház körül. De ez volt az első alkalom, amikor a férfi elment dolgozni egy más helyre, és egész nap őt nem látták. Nem sokára ugyan nő is bevette, nőket is beszippantotta a munkaerőpiac, és ma már a közös életük az napi 3 órára szűkült. Tehát gondoljunk bele, hogy 3 óra az élet, este 7-től 10-ig tart minden, amire születtünk. Igen, talán ez a szó fedezi metroszexualitás, ugye, hogy a városiasodás és az iparosodás hozta ezt magával. Ebből próbálnak gyártani mindenféle olyan ideológiát, amivel megmagyarázzák, hogy ez a helyzet teljesen rendben van, és hogy egészen újfajta ilyen célokat tűznek ki, hogy milyen emberré kellene válni, hogyan kellene viselkedni, és valamiféle mesterségesen kreált modern embert próbálnak vizionáltatni velünk, és azt szeretnék, hogyha mi olyanná tudnánk válni, de nem azért nem tudunk olyanná válni, mert nem akarunk, hanem egyszerűen nem megy, tehát nem is tudjuk, hogy kellene ezt csinálni. És miközben ezt a fajta változást próbálják erőltetni, akközben az látszik, hogy ugyan férfi, mint a nő önállóan is tönkre megy, és a férfinő szövetségben olyan sebek keletkeznek, ami a családot, mint olyat veszélyezteti végső soron, a gyermekeink jövőjét veszélyezteti. Most gondoljunk bele, hogy ebben a nagy csatában is a férfinő versenyeztetésében, amit azért van versenyeztetve, hogy hatékonyság növelő legyen a globalizációs piacon, a munkaerőpiacon. Tehát ebben a versenyben ugye oda vesz a család. Ma már ott tartunk, hogy a karrierben boldogulnak az emberek, a pénzügyekben boldogulnak az emberek, de nincs az a karrier, vagy pénzügyi, vagy más boldogulás, amit a családi boldogtalanság, vagy a magánéleti boldogtalanság ne tenne teljesen tönkre. Tehát amire fókuszálni lehet a gyerekeink nevelése során is, ugye az iskola a gyerekeinket a karrier és a pénzbeli boldogulásra neveli. Pontosan. Azt kapják csak. Az egyedüli dolog, amit hozzá kellene tenni a családnak, az a magánéleti boldogulásnak a lehetősége. Ahhoz viszont, hogy egy lány csatlakozni tudjon egy férfihoz, vagy egy férfi kötődni tudjon majd egy nőhöz, ahhoz mind a két nemű gyerekünknek, a lánynak is és a fiúnak is kellene látni férfit, nőt és együttműködő férfit és nőt. Na most ugye a férfiak most már generációk óta hiányoznak a családokból, gondoljunk bele, hogy ma az a helyzet, hogy 65-70%-ra kúszott föl a széteső családok aránya. Ez úgy jön ki egyébként, hogy 51-2%-a válik el azoknak, 50-52% körül mozog, akik összeházasodnak. De aki nincs benne a házassági statisztikában, az nem tud benne lenni a válásiban sem. Értem, igen. Tehát az élettársi kapcsolatok szétesésével ez az összarány, ami
mégiscsak így jön ki, sokkal magasabb aránya, 65-70%-ban, ugye a férfiak kikerülnek zömében a családokból. Más férfiak bekerülnek, de csak átmenetileg, tehát nagyon bonyolult dolgok jönnek így létre. Ehhez még hozzátehetjük azt is egyébként, ez egy magyar statisztika, de Nyugat-Európában is így van, hogy több mint 10%-a a születő gyerekeknek, több mint 10%-ának az esetében egyáltalán nem tudják, hogy ki az apa. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 65-70%-nak a család szétesése miatt nem lesz apja, igen, a másik 10%-nak meg eleve nem is tudták soha, semmilyen információ nincs az apáról, 10%, én megdöbbentem, ez egy ez új szám, amit én most hallottam, akkor gondoljunk bele, hogy ez az apa nélküli felnövetel, ez mennyire súlyos következményekkel jár. Ugye a maradék apák, akik otthon lehetnének, azok meg túl sokat dolgoznak, tehát ez a mókuskerék, amiben benne vagyunk, és folyamatosan mindenféle eszközzel hajtanak bennünket, és nem engedik, hogy kiemeljük a fejünket, ami ellenére nekünk ki kell mégis emelni a fejünket, az távol tartja az apákat, a maradék apákat is a családtól. A férfiak elhagyták a pedagógus pályát is. Most gondoljunk bele, hogy a pedagógus pálya korábban egy férfiak által dominált pálya volt, igen, igen, hiszen az iskola az javarészt a rendszer kialakításának, a rendtanulásnak és a rendszer szerinti tanulásnak a helye volt, nem a szeretetnek a helye volt az iskola. Persze szerető tanárok voltak, de azért mégiscsak a rendszer volt a lényeg. Ma ugye a családokban nem tudják megkapni a szeretetet a gyerekek, mert nem működnek a családok egész nap, ugye reggel 8-tól beviszik az iskolába a gyerekeket, 4-kor elviszik őket edzésre, 7-kor onnan elhozzák, hazaviszik, megetetik és lefektetik. Tehát ez ebben a működésben a család nem tudja ellátni a funkcióját, és ezért az iskolát is valamiféle ilyen félig meddig tanító, de félig meddig szerető pozícióba akarják áthozni, család helyettesítésre akarják használni, hiszen ha a család nem látja el, akkor a családot valahol helyettesíteni kell. Ezért van az, hogy erkölcsi nevelést próbálunk az iskolába adni, holott az erkölcsi nevelésnek a lényege a másolás. Másolni kellene a felnőttet, hogy ő mit csinál, hogyan viselkedik élőben, valamilyen helyzetben, hogyan viszonyul kérdésekhez. Mindezeket a gyerekek nem látják. Gondolom, úgy járunk vásárolni, hogy a gyerekeinket nem visszük magunkkal, mert jó, könnyebb nélkülük. Nem látnak élő ember dolgozni. Tehát a szüleiket fuvarozni látják, hogy őket átfuvarozzák az edzésről a furulya órára. Igen. Vagy reggel beviszik az iskolába, és hétvégenként, amikor lenne esetleg valamilyen alkalom, akkor mindenki annyira fáradt ebben a városi létben, hogy alapvetően szórakozni járnak. Elmennek állatkertbe, moziba, feküsznek és nézik a tévét, és nyalogatják sebeiket. Tehát hétköznap nem látnak élő ember dolgozni a gyerekek. Cserében hétvégén inkább az étterem, az állatkert, a kirándulás, és egyszerűen nincs rá lehetőségük, hogy a családi élettel járó felelősségtudat, kötelességtudat kialakuljon. Nincs rá lehetőség arra, amire nagy szükség lenne, hogy gyermekkorban kell megtapasztalni az elvégzett munka örömét, hogy annak a gyümölcsének fantasztikus, hogy nehéz volt elvégezni egy munkát, de mennyire jól érzem magam utána. És aki ezt gyermekkorban nem tanulja meg, aznak egész felnőtt korában nehezére fog esni ezeket a feladatokat ellátni. És a munkahelyi feladatokat nem nehéz ellátni, mert muszáj egyrésztről, másrészt arra tanítanak egész iskola rendszerben, hogy azokat ellássuk. Mindig az otthoni feladatok válnak teherré, az otthoni kapcsolódás válik teherré, és most gondoljunk bele, hogy amely gyerek úgy nő fel, hogy a szüleitől az látja, hogy a család az igazán az a púpa hátán, ameddig a munkahelyén van, addig nem is látja a szüleit, igen, arról nincs információja, de valószínűleg ott el is vannak az emberek, ugye, mert ott lehet hibáztatni a főnököt, ott nem ő mérettetik meg egyedül, hanem ott mindenféle csapatokban el lehet bujkálni, és mindig lehet a konyhába szídni a rendszer. De otthon én mérettetek meg egyedül. Amit én megcsinálok, az meg van csinálva, amit nem csinálok, meg nincsen megcsinálva. És ha azt látják, hogy ez a millió az, ami végül is az összes baj okozója, a felnőttek ettől menekülnek. Otthon ma már nyilvánosan kijelentik ugye rengetegen, hogy elmegyek, és a gyerekeinek azt mondja, hogy ki kell pihennem téged egy wellness szállodába külön. Igen. Hát ezek hihetetlen romboló programok. Én értem, hogy elfáradunk, én is gyakorló szülő vagyok. De én arra gondolok bele, hogy engem úgy neveltek föl, hogy soha az életben nem merült fel
bennem az, hogy a szüleimnek teher lenne az én létem, az én nevelésem, a velem való együttlét teher lenne a számukra. Hát mert nem is éreztették veled soha valószínűleg. Nem merült ez föl. Mindenki tette a dolgát egyfajta derűvel, nagyon sokat dolgoztak, de akár együtt mentünk mindenhova, bevontak a házi munkába is, és berzenkedtünk, igen. Nem tetszett nekünk, hogy bevonnak a házi munkába, de ma nagyon örülök ennek is, becsülöm érte, de soha nem volt az a fajta vita, vagy az a fajta rossz érzés, hogy mi nyűg vagyunk az ő nyakukba. Na most így visszatérve erre, hogyha már a mostani generációnak ez egy nyűg, és ezt látják a gyerekek, plusz nincs is lehetőségük arra, hogy az elvégzett munka, a kötelességtudat kialakuljon bennük, az elvégzett munka gyümölcsének tudjanak örülni, akkor most gondoljunk bele, hogy ők munkavállalásra alkalmasok lesznek, de hogy egyébként a családdal járó összes egyéb feladatra hogy? Plusz férfi nélkül a lányok nem fognak tudni a férfiakhoz kapcsolódni. Az összes felmérés azt mutatja, most képzeljük el, hogy a lányok férfi hiány a filmekből és a magazinokból veszik a férfi mintát. Ez egy igazi felmérés. És annak élő ember nem tud megfelelni, hogy a George Clooney és a Brad Pitt keverékét rajta számon kérik, ugye? Igen. De ők nem láttak olyan férfit, hogy egy épkézlen férfi mire való, mit lehet tőle elvárni, hogyan működik, nem tudják. Tehát ők igazán jót akarnak, csak egy nagyon magas elvárással rendelkeznek. Most a fiúk férfi hiány, meg nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Őket is összezavarják a magazinok, nem tudják, hogy a férfiasnak lenni az milyen. A macsóskodástól a legyen mindenben igaz a drágámig, mindenhol ingadoznak, és keresik a helyüket. Na most a nagyon magas elvárású nők, ekközött a legyen igaz a drágám, és ilyen macsó vagyok között imbolygó, szerencsétlenkedő fiúkkal, hogyan tudnának kapcsolódni? És mindez a férfiak otthoni hiányára vezethető vissza. Mert ha a férfi visszatérne az otthonába, fókuszáltan az egy fontos feladatként ő magának úgy értelmezni, hogy a jövő otthon épül, akkor a kapcsolatot is össze meg tudná erősíteni a feleségével, a nővel, akivel együtt él. Együtt dolgoznának otthon is, az otthoni teendőkbe lehet csak kapcsolódni. Nincsen más mód, csak a házi munkába lehet kapcsolódni a városi párnak. A városi pár a szórakozásban nem kapcsolódnak, a szórakozásban pihennek. Még a közös élmény szórakozás is olyan, hogy ott is azért nagyon sok mindenki más is van, tehát a figyelem szóródik. Igazán koncentráltan a városi párnak kizárólag a házi munkában lehet kapcsolódni, és mintát mutatni. Ne felejtsd szóval, megragadott az a mondat, amit mondtál, hogy elmennek és kipihenik a családi fáradalmat. Tehát elmennek, kipihenjenek téged egy wellness szállodában. A wellness szállodában pedig mindenki magának pihen. Tehát ott is valamilyen szintű szeparálódás van, ugyanis a gyerek az másképp pihen, ugye? De mit pihenünk ki? Hát nem a család lenne a felfrissülés, a relaxáció, az értékes egymással. A beszélgetés, a közös kaland, tehát én nem vagyok hajlandó a gyerekeim nélkül, nyilván szakmai, tehát van olyan, hogy el kell utazni egy konferenciára, de úgy egyébként családilag nagyon fontos az, hogy együtt szerezzük meg, mert olyan kevés időt, pont ez az időcsapdát, ez a globalizációs világ, a városi lét abból a szempontból okozza, hogy tényleg 3 óra egy nap az életünk 7-től 10-ig tart, tehát alig van időnk az igazi életünkre, és ezen körülmények között sokkal jobban meg kéne becsüljük azt a 3 órát. Gondoljunk vele, hogy a gyerekeink szeme láttára, tehát ameddig a gyerekek a nevelésre nyitottak, ez nagyjából 12-3 éves korig lehet velük mire menni, utána azért már nagyon kezd az ego megerősödni. Addig a korig, ameddig nyitottak a mi nevelésünkre, addig nekik este 8 körül ágyba lenne a helyük, mert reggel 7-kor indulnak, hogy 8-ra iskolába érjenek, és 4-ig tart az iskola, 5-ig, majd az edzés, majd tehát napi reggel 7-kor indulnak, és este 7-kor 12 órás munkarendbe, vezérigazgatói munkarendbe dolgoznak. Tehát azt jelenti, hogy az este 7-től 10-ig tartó időben a gyerekeink, amit látnak belőlünk, az 1-1.5 óra. És az alatt bele kell férnie a vacsorának, a fogmosásnak, a házi feladatnak, a mesemondásnak, és mire marad idő? Tehát, és utána jön az elektronikus média, a TV, tehát, ugye, még az is közben. Nincs vesztegetni való idő. Tehát minden idő, ami van, azt arra kéne kihasználni, hogy ameddig ők akkorák, addig élvezettel legyünk velük, és önmagunkból adjunk át valamit. Olyan hamar eltelik az idő,
hogy 13-4 éves koruk után már nem nagyon akarnak velünk lenni, és utána végképp elmennek otthonról, hogy aki családban és gyerekben gondolkodik, az valahogy jó, hogyha élvezettel teszi azt a 10-15 évet az életéből, és gondoljuk be, hogy 15 év 2-3 gyerek esetében az életemből arra áldozni, hogy örökre boldog legyek, mert a gyerekeim rendes emberré válnak, a 80-ból szánok 15 évet rá. Nem? Igen. Az, most őszintén, az életművemre szánok a 80-ból 15-öt. És hogyha erre nem vagyunk hajlandóak, vagy át se gondoljuk, ugye, azért gondolom, hogy erről érdemes beszélni, hogy tényleg olyan, elkezd ilyen világosság gyúlni, hogy tényleg, hogy is tartunk ebbe, és hogy nem a gyerekeink érdekébe kell tenni, hanem a saját életünket tesszük értelmessé ezáltal. Ebből a 15 évből, én a saját példámról beszélek, én elvesztettem az első gyerekünk, 4 gyerekünk van, az első fiamnak az életéből 4 évet, és soha többet nem tudjuk pótolni ezt. Mert ő soha többet nem lesz fél éves, nem lesz egy éves, nem lesz 2 éves, és azokat az élményeket, amit elszalasztottunk, és a nagynéném vigyázott a kis gyerekre, mert mi külföldön dolgoztunk, sajnos rá voltunk. Azt mondjuk, rá voltunk kényszerítve. Ugye, pont erre akarok rátérni, hogy szerinted ez célzott dolog, vagy megtervezett dolog? Ez a globális... Ugyanis az a David et impera, ez jut eszembe, tehát ez az meg őket is uralkodj felettük, és ugye hallunk közhelyeket itt a tévében, meg a rádióban, a médiában, közfelkiáltással, hogy változtassuk meg a társadalmat, de én úgy gondolom, Imre, hogy nem tudom, igazoljál, hogyha te, ha igazam van, vagy így látod, a társadalmat nem lehet fölülről közfelkiáltással meg, hanem alulról lehet individuális változás, tehát a család, ugye, mint a építőköve. És én úgy gondolom, hogy azt mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Szeretnék egy sorodat idézni, annyira tetszett és megérintett engem. Ha már nekem egy kicsivel jobban sikerült az élet, akkor abba vissza is kell adnom. Ha mindent beleadok, pénzt, időt, kapcsolatokat, képes vagyok-e társadalmi méretű változást elérni? Erre mondják azt, hogy ez smanca. Pedig igaz. Pedig igenis egy fecske is tud nyarat csinálni. Tehát annyira tetszett ez a mondatot, hogy igenis alulról kell építkeznünk. Hát figyelnek minket a szomszédjai, először is a család, ugye? Az a legnagyobb vizsgaplac. És utána a környezetünk. Hát ez kihat, ez kisugárzik. A te családod, egészséges családod kisugárzik a környezetedre, a barátaidra. És igenis, pozitív hatással van rájuk. Nem jó? Látom én ezt? Hogy... Nagyon érdekes, hogy nagyon sokat gondolkodok ezen, hogy mindenki ma felteszi azt a kérdést magának, hogy mi véget érdemes élni. Van egy célja, értelme az ő életének, egy mókuskerékbe hajtják őt, és eltelik az élet, és semmilyen igazán maradandót nem tud létrehozni. És mikor ezen gondolkodtam, akkor arra jöttem rá, hogy végül is, ma is végtelenül igazságos az élet. Ugyanis mindannyiunknak lehet egy nagyon fontos dolga. Ez a fontos dolog az lehet, hogy a mércét magasan kell tartsuk. Mindannyiunknak dolga a legkülönbözőbb mércéket, a becsület mércéjét, a megbízhatóság, de akár az öltözködés mércéjét, a szép beszéd mércéjét. Minden nap megmérettetünk ezerféleképpen, és ezerféle helyzetben döntést hozhatunk, hogy mi hogyan fogalmazunk meg dolgokat, hogy maradjunk csak a szép beszéd mércéjénél. És hogyha célul tűzi az ember azt, hogy az élet minőséget ő saját döntéséből magasan akarja tartani, akkor erre millió lehetősége van. És az az igazságos, hogy erre mindenkinek van lehetőség. Ezért igazságos az élet. És ebben igazán ki lehet teljesedni. Mindenkinek ki lehet teljesedni. És azt gondolom, hogy ha ezt rájön mindenki, hogy ez az igazi dolgunk nekünk, akkor kiderül majd, hogy ezt a családon keresztül is meg lehet valósítani. Ez maga a személyiségfejlődés, és ez sugárzik ki más helyekre is, ugye, tehát mindenki felé. És valóban én is azt gondolom, hogy ebből a sok mérce tartó emberből származik egy normális közösség, és ezért van az, hogy akiket közösségként összetudnak tartani, vagy ők összetartják magukat, azok egymást is tudják segíteni, és ott mindenhol kialakul egyfajta mérce, ami alatt nem lehet azért megjelenni, ami alatt nem lehet kommunikálni. És
A közösségek megmaradása az létkérdéssé kezdett válni. Az igazi fizikai közösségek megmaradása. És ezért bárki, aki ilyen közösséget tud építeni, az valójában olyan fajta segélyező közösséget hoz létre, aki mindenki más megtart a bajban. Mi mindig van, akihez fordulni, mert az ember az egy társas lény, és egyedül képtelen erre. És a házasságokat is megtartják ezek a közösségek, a gyerekeknek a problémát is megtartják ezek a közösségek, és ez régebben automatikus volt. Az az érdekes, hogy a városi lét az, ami mindezt, a városi lét arra kényszerít, hogy ezt akarattal tudjuk csak megcsinálni, mert már nem kényszerít semmi. A lehetőségek inkább elszeparálnak, hiszen rengeteg a kütyű, az internet, a televíziós műsorok, bármi, ami elvonná a figyelmet, csak akarattal, azt ki kell mondani, szándékosan lehet közösségben maradni. A baráti közösségeinket mekkora erőfeszítéssel kell fenntartanunk, fel kell vennem a telefont, nem is egyszer, és az még nem elég, hanem meg kell hívnom. És ha ő, akkor el kell mennem, és találkoznunk kell, és nehéz. Mindenkinek nagyon nehéz, mert fáradtak, hogy nem akarjuk csinálni, de miután elindultunk, akkor már milyen jó, mindig jó. Pontosan, ugye? Hányszor átéltem ezt. Igen. Is, hogy vonzott a karosszék, mert ki voltam fáradva, és jó volt a csend otthon ülni, de el kellett indulni. És mikor elindultam, hát evés közben jön meg az étvágy. Miközben mentem, egyre nagyobb öröm volt bennem. És a beteljesedés akkor volt, mikor ugye ott voltunk a közösségben. Csak a városi lét, ugye, ha még egy üzenetet mondhatok a nézőknek, akkor talán ez a legfontosabb, hogy létrehoztunk egy olyan világot, ahol semmire nem kötel ez a világ. Tehát tényleg, ha akarok, nem kell szépen beszélnem, nem kell szépen felöltöznöm, sőt, ma már az a trendi, hogy az operába is, pólóba és rövidnadrágba mennek, mert igazán nem számít. Tehát a barátságokat sem kell tartani, mert majd írunk üzenetet, vagy megnézzük úgy is, hogy ő mit csinál ugye az interneten. Minden, ami a család megtartásáról, a barátságaink, sőt az, hogy az ember társas lény, tehát az egész társas kapcsolat megtartásáról, a párkapcsolat, a házastársi kapcsolat megtartását is kizárólag tervezett, szándékos módon lehet csak megcsinálni. Úgyhogy beírom a naptárba, hogy vacsorázunk a feleségemmel, kettesbe időnként. És akkor azt meg is csinálom. Beírom a naptárba, ha nincs elég eszem hozzá, hogy veszek neki virágot X időnként, és akkor azt meg... Csak, de ha nem kezdek el nagyon-nagyon tudatosan, azért nem akarom a tudatos szót használni, mert mondjuk nagyon erodálták, ugye, tehát mondjuk van ez egész ezoterikus, spirituális világ is ezt használja, ami teljesen jó, hogy ők ezt használják, rendben van, mert ők is ugyanezt mondják, de az igazán meglepő az, hogy ezt helyettesíthetjük azzal a városi létben, hogy csak akarattal lehet jó embernek lenni, csak akarattal lehet megtartani egy kapcsolódást, és ehhez kell is egyfajta energia. Ha nincs, ez elvész, akkor az ember elkezd elpusztulni, beteg lesz. Például a betegségeink 80%-a pszichoszomatikus eredetű betegség. Nem igazi betegség, hanem a psziché megbetegíti a szomát, ugye a testet. És ez azért van legtöbbször, mert van egy nagyon komoly kutatás, most nemrégiben publikálták, hogy a magány az... nem tudom, az összes ilyen szív- és érrendszeri és minden más betegségnél sokszorosan nagyobb, sokszorosan rosszabb hatással van az emberekre. Hihetetlen, minden betegség alapját képezheti a magány önmagában. Nagyon-nagyon érdekes, igazi, orvosi, tudományos kutatás. Igen, két hete beszéltem egy neves pszichológussal, pszichológus hölgyel, aki elmondta, hogy orvos csoporttal dolgozik együtt, és ez már nem kérdés, ez már bizonyított, amit te mondasz, hogy a szóma igenis okoz, a psziché okoz ilyen betegségeket, és a leggyengébb láncszemnél fog kijönni, mint például nálunk a családban, ugye a légút az gyenge, és az unokám ugyanúgy, mint a fiam, tehát ott ugrik ki, harag, gyűlölet, magány, ahogy mondod, szóval megdöbbentő. És itt érhetünk vissza arra, hogy ma majd alapvetésnek veszünk egy 100-200 éves mondást. Ugye 100-200 éves az a tudás, legalábbis ilyen tudományos, közgazdasági, szociológiai körökben, hogy a társadalom alapépítőköve a család. És ezért van szükség a család megerősítésére. A családot nem szabad hagyni szétesni. Mára én közgazdászként azt állítom, hogy sokkal rosszabb a helyzet. Nem lehet megerősíteni a családot, mert ez az építőkocka már nem létezik. Azért,
mert elbizonytalanították, megkérdőjelezték és szétverték azt, hogy mit jelent az, hogy férfi, és mit jelent az, hogy nő. Tehát ma már lejjebb kell menni, és a férfit és a nőt kell megerősíteni, és az ő szövetségüket, három dolgot is meg kell erősíteni ahhoz, hogy abból család tudjon lenni. De már ez alatt nincs semmi. Ez alatt már nincs. Tehát ez az legalsó szint, hogy a férfit és a nőt. Ezt több ezer évig nem volt erre szükség, mert ilyen mértékig nem tudták ezt a gyökeret szétbrombolni. Pusztán azzal, hogy az összes magazint, amit elolvasunk, mindegyikben csak kérdés-kérdés hátán van, hogy mi az a férfi, vagy mi. Van például vita kérdése, tehát két ember azon beszélget, hogy mi az, hogy férfi, vagy mi az, hogy nő, össze tudnak veszni. Azért ez 50 évvel ezelőtt ez még föl sem merült. Tehát azt mondja, férfi, és akkor nagyjából mindenkinek volt egy ilyen komplex kép a fejébe. Az egy nagyon komplex dolog, de hogy nagyjából ugyanaz a kép volt a fejébe. Ma meg egy vita kérdés, és egy össze lehet veszni rajta, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő. Van-e olyan, hogy férfi, van-e olyan, hogy nő? És ez a bizonytalanság eleve magabiztosság hiányt okoz, kapcsolódás képtelenséget okoz, és arra veszi rá az embereket, hogy inkább a munkahelyekre meneküljenek, mert ott eligazodnak. A munkahelyen el lehet igazodni. Ott nagyjából tudják, hogy a főnök olyan, amilyen. Egyrészt muszáj a munkahelyeken teljesíteni, mert a rezsit ki kell fizetni. Nagyjából ismerik azt, hogy ki mire reagál rosszul, jó. És ha nem úgy történik, és őket mondjuk letolják, akkor letolják. Hát akkor elviselem azt, hogy most akkor egy kicsit a főnök ideges volt. De őszintén így meg a saját életéje, az teljesen kisiklik a kezéből. Mert az a kérdés az életünkben, hogy én ki vagyok, én mit hozok létre, mit adok a jövőnek. Hogyan válok én a végtelen láncnak egy olyan hasznos láncszemévé, ahogy öregkoromban biztosan tudjam, hogy nem én voltam a leggyengébb láncszem, rajtam nem múlott. Én egy erős láncszem vagyok, és egy másik lánchoz kapcsolódok a gyerekeimen keresztül. Aki ezt nem tudja létrehozni, az valójában ő az utolsó láncszem, amit az összes addigi generáció, tehát több százezer ember előtte, csak a családját nézve, nek az erőfeszítése ott gyakorlatilag az űrbe szétpuffant. Igen. Igen, egyébként, ha megnézed a szociális hálót, ugye, öregek otthon a nyugdíja, mikor volt nyugdíj? Hát a gyermekeknek kötelességük volt. Mi az, hogy kötelesség? Hát természetes volt, hogy az idős szüleikről gondoskodjanak és eltartsák. Ugye ez amit mondtál, ez a városiasodás, mert azért vidéken, ha megnézed, nem így van. Vidéken, faluban nincs öregek otthon. Esetleg napközi otthon már van, ahova ellátogatnak, de nincs öregek otthona, hogy beteszik a kis öreget. De még a faluban is városiasodnak, mert én azt szoktam mondani, hogy az a falusi, aki nem a saját répáját húzza ki a kertből, vagy nem a saját tyúkját eteti az olba, hanem elmegy és a zöldségesnél vásárol, vagy a húst a boltba veszi, sajnos az a falusi már városi. Városi, igen. Mert igen. Mindig a pénz, hogy a városi ember alul ismerszik meg, hogy mindent pénzből alakít át. Kell a pénz, és abból lesz minden. Igen. És ez egy nagyon nem rossz dolog, mert a város rengeteg pozitívumot hozott az életünkbe. Tehát nagyon könnyebb lett az élet, sokkal könnyebb lett az könnyebb, élet. És a kulturális... De jobb nem lett. Nem lett jobb, igen. És most az a kérdés, hogy a könnyűséget hogy tartsuk meg, mert azért érdemes termosztáttal beállítani a hőmérsékletet, és nem fát vágni éjjel-nappal, és behordani, és kihordani a hamut. Meg van mosógép, meg mosogatógép, meg mindenféle eszköz. Jegyzem, ennek is vannak hátrányai, bocsánat, hogy közbevágok. Igen, de a fizikai mozgást is. Hogy van. Igen, de igen. Hogy lehet akkor a könnyű életet jobbá tenni. Ez a mi generációs feladatunk. Jobbá kell tennünk. És onnan látszik, hogy rossz ez az élet, hogy küzdünk ezzel a sok pszichoszomatikus betegséggel, ez a rengeteg családi szétesés, az élet értelmetlenségének az érzete az majdnem generális. Senki nem tudja megfogalmazni, nem senki, kevesen, hogy tényleg van értelme az ő életének. Úgy elvészenek. Vajon mi? És tényleg vajon mi? Ugye? És ha ezt itt emiatt mondhatjuk azt, hogy könnyebb lett, de jobb nem. Hogy lehet jobb? Úgy, hogy értelmes életet kezdünk élni. Azt gondoljuk, hogy tényleg van teteje ennek, hogy én valódi dolgot teszek hozzá a jövőhöz. Mikor megöregszek és visszanézek, azt mondom, hogy az egésznek van teteje. Sikeres voltam. És
ahhoz, hogy valaki sikeresként értékelje magát öregkorában, ahhoz időben neki kell fogni ennek. Tehát azért 35-40 éves korban már a helyes pályára rá kell állni, mert 60 fölött már nem lehet kiküszöbölni az előtti összes hibát. Ez időbe észbe kell kapni, úgyhogy... Azt mondod, hogy akkor menthető. Igen. Tudatosan. És azt is mondom, hogy Kelet-Európa egy jó hely, mert itt ez a romlás később következett be. Igen. Nyugat-Európában már nehezebb a helyzet. Tehát azt gondolnám, amikor én megjelenítem a férfi értékeket, a férfit a családban, a férfinő szövetségben, ugye minden, amit írok, a nőknek is szól természetesen, de a férfiaknak különösen nagy szüksége van erre, és imádják. A férfiak nagyon félnek attól, hogy nehogy őket valami modern dologra átneveljék. Na, én nem nevelem át semmilyen modern dologra, hanem a férfinő szövetség 21. századi megerősítéséről beszélek. Tehát nem akarjuk a nagyanyáink korát visszahozni, nem is lehet visszahozni. Nem is lehet. Hanem azt szeretnénk, hogy a mai körülmények között boldoguljunk együtt, és ismét adjunk értelmet az egésznek. Ehhez viszont ténylegesen szükség van a férfiak és a nők generális szövetségére is, hihetetlen ellenségeskedés van a férfiak és a nők között általában is, és egyenként is a férfinő szövetségre, nagyobb szükség van, mint valahogy, gondoljuk 3 óra az életünk. Hát abban azért ott nem fér bele már az, hogy nem, mondjuk a legjobb esetben most hazamennek a házastársak, és nem beszélnek egymással, mert unják, mert fáradtak. Tehát ez a jobbik eset, a rosszabbik az, hogy még vitatkoznak is. Tehát nem tud beleférni. Az fér bele, hogy mit csináljunk együtt, tegyük együtt azt, te csináld azt, én hozzáteszem azt, te azt. Minden, ami ott a házban fölmerül munka. És miközben tesznek-vesznek a házaspárok a házi munkában, akközben ugyanaz történik, mint régen falun, ugye, a hagyományos életben, hogy a kint a kertben dolgozó férfira, ahányszor ránézett a nő, annyiszor tudta, hogy az értük tesz-vesz odakint. Igen, igen. Megszerelte a eresz alját, a kaput, enni adott a disznónak. Ez értünk. Az ember ahányszor benézett az ablakon, azt látta, hogy fő, letakarít, megvar. Tehát, hogy ő nekik minden nap 100 bizonyosságot kaptak arról, hogy együtt vannak és közösen húzzák a szekeret. Na most ezt a bizonyosságnyújtást a modern világban csak az otthoni 3 órában lehet a házi munkán keresztül megtenni. Lám, kivitte a szemetet úgy, hogy nem is szóltam neki. Az egy bizonyosság. Tudatalatt, nem kell neki. Azt mondja, tudatalatt azt mondja, ez az ember itt van. Teszi a dolgát, és nem olyan nehéz baj. És Imre, van egy harmadik szereplő, ami nagyon fontos, a gyermek. Igen. Ha hányszor ránézett az apjára, kint dolgozó édesapjára, aki a kertbe dolgozott, annyiszor férfi képet adott, mintát kapott. Ha hányszor ránézett az édesanyjára, látta, kapott egy feleségképet, hogy milyen egy jó feleség. Tehát ez az a teljes, amire gondolod, ez a divide et impera. Tehát tudatosan szétrombolni ezt az alapegységet, és akkor kapjuk ezeket a droidokat, ezeket a vezérelhető rabszolgákat, mert bocsánat, hogy idézőjelbe teszem, mert az, hát tulajdonképpen, hát... Valójában ugye nem tudom biztosan, hogy van-e ilyen tudatos rombolás. Állítólag van, kérdés. Rengeteg olyan dokumentumra találnak. Én ezeket nem kutatom, azt viszont látom, ami nagyon érdekes. A megoldást kutatod, azt látom. Az az érdekes, hogy maga ez a globalizációs kultúra a pénzen alapul. És a pénzzel megvehető fogyasztás egyfajta vallássá tud alakulni. Azért alakul a pénz egyfajta vallássá, mert itt emberek önállóan alávetik magukat a megszerzésének, az elköltésének, és ezt a hatalmas rendszert, gondoljunk bele, hogy nem csak a cég vezérigazgatók hajtják, hogy mindenki dolgozzon minél több pénzért, mert neki kell a részvény árfolyam növekedés, mert akkor kapja meg a bónuszát, hanem az alatta levő gazdasági igazgató is, az alatta levő kereskedő is azt hajtja, és a végül is a portás is, amikor már nem tud mit csinálni, hanem eladja onnan hátulról, vagy már hozza be a használt dolgokat, és mindenki csendsel valamit, akkor ennek a pénzvallásnak az abszolút hívőivé válnak óhatatlanul, észrevétlenül. És nagyon sokan, milliók, milliárdok hajtják ezt a mókuskereket előre. És ilyen értelemben ez mind-mind családellenes, mert elveszi az időt, elveszi a fókuszt a családról, és kiszárítja az embereket. Nem tudják, hogy miért lesznek betegek, de azért, mert hiába rohannak,
este, amikor lefeküsznek, és hogy egyedül ott maradnak, akkor mégiscsak rájuk tör az, hogy ennek nem sok értelme van. Igen. És akkor jön az, hogy egy felest rá kell küldeni, mert akkor az egy kicsit oldja ezt a dolgot, a kávítószer, de ebben nem lehet menekülni, és akkor így lesz az, hogy előbb-utóbb ez viszont valami egyéb betegséggé tud fajulni. Igen. Pusztán azért, mert nem vagyunk a helyünkön. Ha a helyünkre kerülnénk, akkor nyugalom lenne. Fáradtak lennénk, én nem mondom, hogy nem lennénk fáradtak, de egy jó eső fáradtsággal lefeküdni, az jó dolog. Azt mondom, hogy megérte elfáradni a mai nap. Végülis mindenki elfárad minden nap. Csak van, aki értelmetlenül fárad el. Az a kérdés, hogy értelmes feladatok közben fáradtam el, mert ha nem csinálsz semmit, akkor fáradsz el a legjobban, nem? Tehát értelmetlenül úgyis, hát akkor is olyan nagyon fáradkás vagy este. Az öregek mindig azt mondták, gyerekkoromban hallottam, hogy mert már benne voltunk ebbe a modernkori társadalom formálás, vagy formál globalizálódásba, hogy miért nem lehet a férfinek annyit fizetni, hogy az asszony otthon maradhasson. Érdekes gond. És ezt annyiszor hallottam az idősebb emberektől, akik ugye azt élték meg, hogy az ő feleségeik otthon főztek, mostak, vasaltak. Az elején így volt. Ugye az elején, amikor a városiasodás és az iparosodás elkezdődött, főleg az Egyesült Államokban, akkor az volt a toborzás, ugye nem volt munkaerő, és ki kellett menni falura, és a hagyományos családokat be kellett vinni a munkaerőpiacra a városba. És ha akkor azt mondták volna a korabeli házaspár családnak, hogy emberek, be lehet költözni a városba, minden sokkal jobb lesz, mert nem kell majd ennyi munkát végeznetek, hanem elmentek a boltba és megveszitek. De cserébe napi 10 órát kell dolgozni a férfinak is és a nőnek is, de a gyerekeiteket majd valaki ellátja, akkor ők nem mentek volna be, azt mondták, ne haragudj, a gyerekeinket, valakit, ki vagy hogy. Éppen ezért a kezdeti csali, tehát a városiasodás és az iparosodás kezdeti csalija az volt, hogy gyertek be a városba, ez tárt kapukat döngetett egy falusinál, hát mindig az volt a vágya, hogy ő bevigye a városba, mert akkor ott szintet tudnak ugrani. Hát ha a gyerekeim igen. Jobb iskolába járnak, az asszony jobb ruhába jár, hát ha meghaladnak engem. Tehát áldozatot vállal az, aki beviszi, bevezeti a családot a városba, gyertek be a városba, és elég lesz a férfi bére egyedül. És az otthon maradó nő tartotta meg a kettejük életének az értelmét. Igen. Az egyedül, azért volt értelme munkát végezni, de ha eleve azt mondták volna, hogy mind a kettőnek dolgozni kell, azt mondja, föl sem épül a kapitalizmus. Igen. És később lett az, hogy a nőket is be kellett vonni a munkaerőpiacra, és ez egy nagyon-nagyon nehéz csata volt, hogy hogyan lehet a nőket bevonni a munkaerőpiacra, hiszen szembe kellett fordítani a nőket a családjaikkal. Igen. Nagyon, ez egy nehéz munka volt, propaganda szintjén. És két, ugye a családban a nőn kívül még két szereplő van, a gyerek és a férfi. És a kísérlet tárgya az volt, hogy vajon a gyerekkel fordítsák szembe a nőt, mindenképpen le kellett szeparálni. Azt nem merték megkísérelni, hogy a saját gyerekével próbálják meg valamilyen propagandával szembefordítani. És azért, hogy a munkaerőpiacra be tudják vinni, ezért csak a férfivel tudták szembefordítani, hogy te meg leszel alázva, te ki vagy szolgáltatva, te nem értékelnek. Ez nem így van, ma sem így van, de állandóan zajlik azóta is a nők félelemben tartása, hogy valami óriási probléma lesz, aki van a szolgáltatva. És persze én nem mondom, hogy nem volt férfi, aki nem élt ezzel vissza, de az akkor sem volt férfias. Akkor sem volt férfi értékek szerinti, ha valaki ezzel vissza. Lehet ez személytelen, hogy ez egy mókos kerék, ez egy spirál, ami, mert feltettem neked a kérdést, hogy nem tudatosan van ez vezérelve. Szóval megdöbbentő, én sokat gondolkodtam ezen. Ugyanis amiről beszél, a másik ugye azt mondtuk, hogy ugye a pénz, mint a mammon, ugye az előbrejutás, minden megvásárolható ugye pénzzel. Mi van a nemekkel? A nemek összecsúszása, a nemek ködösít, hogy mondjam, satírozása, illetve egybecsúszása. Tehát ez nem lehet, hogy mondjam, tárgyi következmény. Én azon is gondolkodok, ugye, hogy ameddig, ha ez tudatos lenne, akkor végső soron, ameddig több munkaerőre volt szükség, addig, ha a család meggyengül, például a válás után a férfiak általában munkába menekülnek, tehát többet dolgoznak,
mivel a nő viszont kevesebb pénzhez jut, ő is többet kell dolgozzon. Tehát ez azért a gazdasági, ugye azon túlmenően is hajtja, hogy hirtelen két lakás kell, két konyhabútor kell, tehát az összes fogyasztáson keresztül is, de sokkal többet dolgoznak, viszont a gyerekek el lesznek hanyagolva. De ma már ott tartunk, hogy a robotok el fogják venni az emberek munkáját. Tehát igen. Nem lesz annyi munkaerőre szükség. Igen. Ezért én azt gondolom, hogy mivel én foglalkozok, az talán a legtrendibb dolog végső soron, mert ha tényleg elveszik majd a robotok sok ember munkáját, akkor nem igaz, hogy minden egyes ember abban fog megnyilvánulni, hogy ő gyönyörű szép agyagedényeket fog gyártani, vagy olyan szép festményeket fog csinálni, és akkor kiveszi meg, ugye? Hát, ez egy érted? Csak is a jövő generáció nevelésében tudják leelni örömüket, megint a férfinő szövetség lesz az egyedüli dolog, amiben értelmet tudnak adni az életüknek, bármi is történjen. Tehát ha az új világ ilyen irányba mutat, akkor is a legfontosabb dolog a férfi és a nő és a férfinő szövetség, teremtő szövetség, ahol az értékrendjük által a gyerekeiket is képessé teszik ugyanerre a teremtésre. Mert ugye nem az a lényeg, hogy én megszülöm a gyereket, vagy nemzek egy gyereket, hanem képes vagyok arra emberként, hogy az értékrendemet is úgy odaadom, hogy ő is az értékrendet tovább tudja adni, tehát a teremtésre teszem alkalmassá a gyerekemet. Hogyha nem teszem a teremtésre alkalmassá, mert olyan mintát mutatok, hogy ő maga teremtésképtelen lesz, vagy torz teremtésképtelen lesz, vagy torz teremtésre lesz csak képes, akkor bizony nem voltam elég erős láncszem. Tehát a jelenlegi tendenciák szerint sem lenne egy ilyen elképzelés jogos. Tehát én nem is értem, hogy sosem tudom fogni, hogy ha valakik ezt tudatosan tennék, akkor miért tennék? Tehát egyszerűen értelmetlennek látom a férfi-nő összeugrasztását. Egy darabig talán értelme lehetett, ameddig a versenyeztetésük hatékonyság növekedés hozott, és mindenkit behajtottak a munkaerőpiacra, de ma már éppen kifele jönnek. Ugye? Tehát, hogy nem erre fele megy a világ. Tehát én azt gondolom, hogy az, ha mi megerősítjük ezt a szövetséget, és ezt a gyökeret ismét felhozzuk magunkba, mert ott van bennünk, akkor mi jó úton járunk, és valószínű Kelet-Európában ez még jobban megerősíthető, és még az is lehet, hogy innen kulturális exportként majd meg tudják a többiek is tanulni, hogy ez egy szép dolog, hogy mi összefogunk, férfiak és nők, tesszük a dolgunkat, fölneveljük a gyerekeinket, értékes, tartjuk a mércét. Mindig, ugye nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolat, ugye, az idestova mennyi, valami 3500 éves, tehát nem is 2000, tehát, hanem jóval régebbiek ezek a kőtáblák. Igen, igen, igen. Tehát én azt állítom, hogy nincs olyan pap, aki elhitte volna valaha is, mondjuk a kereszténység 2000 évében folyamatosan napi rendben van a 10 parancsolat, aki elhitte volna, hogy majd eljön az a világ, amikor tényleg senki se fog lopni, tényleg senki se fog ölni. Nem azért mondják. Azért mondják a 10 parancsolatot, mert az egy mérce. Az egy olyan mérce, amihez képest megmérhetjük magunkat, hogy alatta vagyunk, vagy fölötte vagyunk, vagy elérjük, vagy nem. De ezt a mércét nem akarják lejjebb engedni. Olyan nincsen, hogy egy kicsit lehessen lopni. Igen, tehát nincs ilyen. Hanem vagy... Ugye nekem volt egy nagy mesterem, aki első nagy céget, amit vezettem, én volt vezérigazgató helyettese voltam egy gyárnak, és az ottani vezérigazgató azt mondta nekem, az ilyen kenőpénzekre, meg egyebekre, azt mondta, hogy kicsit, most nem olyan vészes, amit mondok, de mégis csak kicsit csúnya, csak kicsit kurvának lenni nem lehet. Vagy kurva vagy, vagy nem. Vagy nem, pontosan. És az a mérce tartása ilyen. És még egyszer mondom, ebben örömünket leelhetjük, és akkor egy jobb világot építünk, és ez a jövő útja, akárhányadik század lesz, a 22. században is ez lesz, és a 23. is. Tehát semmi nem fog változni ebben a dologban. Az, hogy miből tartjuk fönn magunkat, hogy most alapjövedelem lesz-e, vagy megdolgozunk érte, az a kérdés, hogy milyen emberi mércét tudunk, és ezt csak férfinő szövetségbe tudjuk megtenni, hogy a gyerekeinknek átadjuk, mert hogyha csak nemzésre jövünk össze, igen, akkor egyik sem tudja egyedül a teljes értékrendet átadni. A teljes értékrendet azt egy férfi és egy nő tudja prezentálni, és abból lesz teremtő értékrend. És lehetőleg egy alomból, mert ugye, hogyha több alomból van, több házasságból az alom tartalma,
hogy rengeteg, így mondjam, akkor rengeteg, az... másfajta motivációk vannak, másfajta lehetősége van az, a bejövőnek egyáltalán beleszólni ebbe. Az a tapasztalás, hogy az aki nem a biológiai szülőpár, a párosból, az ilyen könnyed esetekben szólhat. De ha jön egy nagyon komoly probléma, hogy a 14 éves gyerek drogosan ellopja az autót, és neki megy valaminek, akkor egészen biztosan azt mondja a jövevény, hogy ez a te gyereked. Pontosan. Nem ő fog. Ez tehát az. Ameddig a 5-ös helyet 4-es kap, addig ő is mondhatja azt, hogy hát azt a kettőt ki kéne javítani. Igen, de ez igen. Nem, más kategória. Nem itt van a kutyaellásban, hanem a komolyabb kérdésekben. Az összes motiváció, tehát rengeteg bonyolult kérdést vetesz föl. Azt nem is tudom, hogy egyébként a szexualitással, ugye én izgalomra ad okot, nekem küldenek emberek anyagokat. Mindenféle információk jönnek. Igen. És éppen ezért tudom, hogy a világ legnagyobb pornó csatornáin külön tematikus sorozatok vannak a mozaik családokban történő fantasztikus kalandokról. Tehát azt jelenti, hogy ha ez így van, hogy erre a világon egy óriási érdeklődés van, és nagyon sok embernek ez egyfajta ilyen vágya is lehet, hogyha ezt kiszolgálják, ami arról szól, hogy a középkorú apuka, akinek nagyon csinos a fiatal új barátnője, ugye, vagy felesége, na, a fiatal új feleség összejön a 20 éves fiával a középkorú apukának. De fordítva is igaz, hogy a bejövő apuka és a már 20 éves lány, és a testvérek, tehát a nem igazi testvérek, igen, hanem igen, a különböző családokból, a pecsülök családoknak, ugye, igen. Hogy ők micsoda fantasztikus kalandokban vannak. És amikor én ezt az információt megkaptam, akkor azért ennek utána jártam, és hatalmas nézettsége van, és olyankor az ember elgondolkodik azon, hogy ez vajon egy, hogy ez miféle veszedelmeket rejt, akkor, amikor arról beszélünk, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok patchwork család van. Tisztelet a kivételnek, sosem tudjuk, de nincs itt mindenkivel baj. Sőt, nem is tudom, hogy baj van-e. Inkább csak riasztó az, hogyha van egy iparág, aki ezt ennyire kiszolgálja, akkor vajon mi lehet a háttérben? Például csak ezen az egy ágon. Ez egy picike ág, de nagyon fontos. Ezért tettem neked fel a kérdést, a rombolás illetően, hogy tudatos vagy nem. Lehet rámondani valóban, hogy a pénz motivál mindent, ugye? Mert ugye a pornóiparág, a pornó, a kábítószer, ez a két legnagyobb üzlet pillanatilag, most már a embercsempészet is hozzájött, legnagyobb három üzlet a világon pillanatilag. Idéznék egy mondatot tőle. Arra figyeltél fel, hogy a világ felpuhult. Tehát ez a visszatérnék erre a 10 parancsolatra, mert ma már nem azt mondjuk egy dörzsölt ügyvérte, hogy gerinctelen disznó, hanem azt, hogy ügyes. És ugyanez van a politikában, ahogy írott tovább. Tehát ez az erkölcsi romlás, ez okozta a családbomlást, vagy fordítva? Szerintem fordítva, mert az egészséges családban élők, nek nagyobb motivációja van arra, hogy ezt az egészséges erkölcsöt adják tovább, mert tudják, hogy csak az által boldogulhatnak a gyerekeik. Ha viszont ezt nem kapják meg a gyerekek, tehát magát az erkölcsi alapozást nem kapják meg, akkor minden lehetségessé válik. Sőt, ha még bíztatják is a szabatosságra, akkor ez egy nagy probléma. És most gondoljunk bele, hogy milyen világot hozunk létre. Mivel a családok nem látják el a funkciójukat, egyszerűen azért, amiért beszéltünk erről, nem töltenek együtt annyi időt, nem látják egymást, igen, dolgozni, vagy szétesnek alapvetően. Ezért az erkölcsi alapozás nem történik meg egyáltalán. Úgy nőnek föl gyerekek, hogy nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak, igen, a jövőhöz, a természethez, ők hová helyezzék-e magukat a világba. Ilyenfajta olvasmányok, ilyenfajta beszélgetések, sőt gyakorlatot nem látnak. Viszont megkapják a tudást. Hihetetlen sok tudásra lelnek az iskolákba, egyetemeken. Most gondoljunk bele, hogy meg tudják tervezni a marsra szállás oda-vissza, olyan tudós gyerekek lesznek, akik több nyelven mindenféle tudással fel vannak vértezve, ők lesznek a jövő vezetői úgy, hogy semmilyen erkölcsi alapozásuk nincs. Igen.
Tehát amikor döntéseket hoznak nagyvállalatok nevében majd, akkor nem lesz meg az, ők csak a pénzhez tudnak viszonyulni, mert ahhoz az egy dolog, arra fel vannak készítve. De még egyszer, a jövőhöz általánosságban, a természethez, a többi emberhez, a kisebb, nagyobb közösségekhez, településekhez, az öregekhez való viszonyulás, a gyerekekhez való viszonyulás, semmi nem tisztázott, ha nincsen erkölcsi alapozás. Igen. És ugye régebben azt mondták, hogy van az a buta, meg a lusta, de az okos és a szorgalmas kombinációk, ugye, és igen, az volt, hogy az okos szorgalmas az a legjobb, igen, de a buta szorgalmas az a legrosszabb. Hát a buta lusta még jobb, de a buta szorgalmas az a legnagyobb kárt teszi. És most el fog jönni az az idő, erkölcsi alapozás nélkül, a család csak a családban lehet, iskola nem fog tudni erkölcsi alapozást adni, ha háromszor újraépítik, akkor sem. Nem lehetséges tömegesen erkölcsi alapokat nyújtani oktatásba. Ez minta alapján megy. Tehát erkölcsi alapozás nélküli tudós döntéshozók esetében a lehető legrosszabb kombináció az okos-szorgalmas lesz. Mert az okos-szorgalmas hamarabb szétveri a világot, mint a buta-szorgalmas. Most, az új világban. Az erkölcsi alapok ilyen. Igen, mindig erre megyünk vissza, és hát én, mint gyakorló keresztény, ugye a 10 parancsolatra gondolok. A könyvedben olvastam, hogy ugye volt én rengeteg népmesét hallottam édesanyám égtől a szüleimtől, és ugye ez a tipikus befejezés, és boldogan éltek, még meg nem haltak, és akkor nem emlékszem az íróra, nem tudom idézni a nevét, kit idézel. Chesterton. Nem azt írta. Chesterton, ő egy nagy keresztény filozófus, igen, volt, igen. Nem azt írják, hogy békességben éltek, még meg nem haltak. Tehát nem lehet azt feltételezni, hogy nem voltak háborúk, kanálcsörgés, tányérzörgés, stb. Hogy nem volt vita, veszekedés, de azoknak tulajdonképpen építő jellegű de volt. De boldogan éltek, mert volt értelme. És tudták, hogy ők valamit a jövőnek adnak. A gyerekeiken keresztül. És ez is minden átlag embernek lehetősége, hogy a gyerekein keresztül a jövőt építse. Ám de nagyon-nagyon keveseknek lehetősége, hogy óriási gazdasági csodát hozzon létre. Tehát a minden embernek való lehetőségre kell fókuszálni, ez pedig a családon keresztüli lét, annak ez ad értelmet az életének, emiatt tervez, emiatt akar jobb emberré válni, emiatt tartja magasan a mércét, és emiatt lesz jobb a világ. Hát tulajdonképpen még a végére szeretném majd a könyveidre is rátérni. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt csinálod, amit írtál, és talán ezzel zárnám a beszélgetésünket, ha mindent beleadok. Tehát van az az elf, hogy ugye a pillangó elf ismered, ugye, hogy Floridában meglebbenti, egy különböző verziókban is hallottam már, hogy az vihart kelt. Igenis vihart kelt, ahogy a hullám, a kis kavicsot, ha bedobod, a hullám tovább megy. Tehát igenis van értelme annak, hogy mércéket állítunk magunknak, ahogy mondtad, hogy egy standardet állítok magamnak, hogy az alá nem mehetek. Úgy a beszédemben, a becsületemben, a viselkedésemben, a mindenben. Tehát van értelme, én úgy látom, és ebbe egyet értünk? Abszolút. Van értelme annak, hogy becsületesen éljünk mintát a gyermekeinknek elsősorban, de nehogy azt higgyük, hogy nem figyelnek minket. Figyelnek minket a szomszédok, a környezetünk, a munkatársaink. Hogy lehet, hogy ezek, neked biztos mondták már, hogy lehet, hogy ilyen boldogan éltek, olyan szépen éltek, mert feltűnik. Igenis, ez feltűnik. Sokakat dühít is, de lehet így, és talán így érdemes. Egyébként a könyvemet egy régi buddhista mondással zárom, amit javasolnék a nézőknek is, mint gondolat, hogy megérkeztek azok, akikre oly régóta vártunk. Mi vagyunk azok. Mi vagyunk azok. Csak mi tehetjük jobbá ezt. Nincs más rajtunk kívül. Nekünk kell ezt csinálni. Nem várhatunk arra, hogy valaki. Mi vagyunk az a valaki. Mi vagyunk. Ezzel a tudással, ezzel a háttérrel, kinek milyen van, mi vagyunk azok a valakik. És ezt keresztény oldalról is meg tudom erősíteni, hogy ugye Isten megadott minden olyan támpontot, minden olyan, a Teremtő megadott minden olyan lehetőséget.
tanácsot, hogy ott a Szentírás, ott van a 10 parancsolat, ahhoz, hogy tényleg egy becsületes életet éljünk. Rabindranath Tagore-nak a verse jut eszembe most, egy sor belőle, hogy minden egyes írása, minden egyes gyermek megszületése azt jelzi nekünk, hogy Isten nem mondott le az emberről. És azt hiszem, hogy mi sem mondjuk le erről. És valóban, ahogy Bedő Imre mondja, kedves nézőink, érdemes becsületesen élni, érdemes standardet állítani magunknak, és azt nem alábbadni. Érdemes mintát élni a gyerekeinknek, és igenis érdemes boldogan élni. Mert a boldogság az nem azt jelenti, hogy minden mindig rózsaszín, eleben azt jelenti, hogy minden erőmet bevetem annak érdekébe, a standard érdekébe. Még talán az lenne a kérdésem, hogy tervezel további könyveket írni, mert ugye most a férfi erőt, a megbízható férfit. Igen, a Férfi Energia című könyv a férfiasságról szól, igen. És hogy hogyan kell férfiként, hogyan érdemes létezni, inkább azt mondom, hogyan érdemes. A megbízható férfi az a Férfinő Szövetségről szól, a Férfinő Szövetség könyve, annak a megtartásáról, védelméről, hányfajta támadás éri, egyáltalán mi ez a szövetség, mi értelme van, mi a dolga a szövetségnek, és hogy hogyan kell megvédeni ezt a szövetséget, ez külön védelemre szorul ma, és ezt nyilván a férfiak jobban felismerik ezeket a veszélyeket, de sose akartam könyvet írni, de most mivel ezzel foglalkozok, egyre több terv van. A férfivá válás városi útjáról fogom írni talán a következőt, mert a városban lesz. Különleges feladatot kell vállalni, hogyha a férfivá válás útját újra akarjuk építeni. Úgyhogy vannak még további terveim. Kedves nézőink, szeretettel ajánlom a kedves férfi nézőinknek, de nők is olvashatják, úgyhogy nincs rajta karika, hogy csak férfiaknak. A megbízható férfi. És kapható ez a könyv? Könyvesboltokban is, és a Férfiak Klubja weboldalán is. A Férfiak Klubja weboldalán, a Facebookon megtalálják önök a Férfiak Klubját. Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, sajnos műsoridőnk lejárt. Imre, köszönjük. Szépen, hogy itt lehettem. Nagyon köszönjük, és azt hiszem, a jövőre utalva talán még egyszer meghívnánk, mert nem tudtuk egészen kimeríteni a témát, hogyha Mokros teendődét engedik. Köszönöm szépen. Köszönjük. Még egyszer kedves figyelmüket a viszontlátásra.